be te is az E-mentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Bor, tönköly búzát, békesség! Mr. Puliszka! Olyan helyes volt a Gábor, állunk ott az automata mellett, megkérdezi tőlem. Balázs, mikor lesz itt a sima ropi helyett? Mit kérdeztél? Milyen ropi? Teljes örlésű. Teljes örlésű tönköly ropi. Tudod, hogy megkapaszkodtam a székbe. Amíg én ide járok, addig nem. És azt mondta, hogy mikor lesz a forró csoki helyett cikória, vagy mit kérdeztél? Igen, forró cikória kávé, mert időnként elgondolkodom, hogy valami kis meleg ital jó volna, de ott a kávé automatánál csak mindenféle különböző kávé kapható. A piros a meleg víz. Hát, ez jutott. De én nem zárnám ki a normál ételeket, csak hogy lenne egy olyan reform rész, ahol lehetne választani. Szerintem ez a lelkiismereti szabadság érdekében hasznos. Uh-huh, uh-huh. A lelkiismereti szabadság érdekében, jaj, de szeretnék. Ez vallásszabadság is van, azt gyakorolsz, amit akarsz, ugye? Tehát, és igazad van, akkor de kéne ki vagyok zárva a tönkőistáknak. A tönkőistáknak. Minden nap egy teljes körülésű kenyerünket ad meg nekünk ma. Így szól az asztali áldás, Gábori. Hogy vagy, Gábor? A kenyér tényleg fontos. Köszönöm kérdésedet. Hát most az év végén begyorsulnak az események. Ma este is lesz egy budapesti nagy előadásom, illetve Debrecenbe utazom vasárnap, ha hiszitek, ha nem. Na, és hát nagyon de komoly hihetetlen. Te durva. Mi van ott a Fényevők országos szakszervezetének? Nem, egy komoly előadás lesz. És képzeljétek, erről nem is beszéltem még, hogy van egy szanatóriumunk, Gyula melletteleken, ahol gyógyszer nélkül igyekeznek civilizációs problémákat orvosok kezelni, és a szanatórium kis szűrő bizottsága és csapata is, az egészség csapatunk is eljön Debrecenben. És csicseri borsófüggőket kezelnek. Nem. Túlsúly, magas vérnyomás, magas vérzsírszint, tehát kifejezetten ugye ezek a civilizációs problémák, ezeknek a kezelésére vannak étrendi tanácsok, és ugye a lényeg az, hogy itt szakemberek, orvosok, szakemberek jönnek, szűrnek, testzsír százalékot mérnek is egyébeket, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor tud velünk találkozni. Komoly a Gábor, nem? Nagyon komoly. Nem figyelünk oda itt, érted? Hálózat lesz, vigyázz. Hálózat lesz, érted? Bejön 8-tól, 8:30-ig elmond mindent itt, 8:30-kor elköszön, nem? Hát itt komplet birodalmat. Komplet birodalom épít az elmúlt egy évben. Ilyenekbe szoktak jönni ilyen bevágások, hogy közül meg locsolják a pezsgőt, mint az állat. Körömcipőkből isszák a pezsgőt. A szanatóriumnak a bankszámlája ebben a pillanatban csilingel egyet, tudod? Nagyon ügyesen csinálod ezt itt, Gábor. Profit működések, tehát nem egy profitorientált működés. És amit végzünk, és ez már több mint 10-15 éve fut. Dohányzás leszoktatás nincs, mert Ferit beutalnám oda. Hm? Van. Az is van, de jó. És milyen módszer? Ez nem itt a szanatóriumban, de ott is segítenek, hanem van külön programja az alapítványunknak. Ja, azt mondta, hogy nem a szanatóriumban, hanem a szanatórium mögött az istálba úgy megverjük azokat. Még egy eszedbe nem jut cigit. Eszedbe nem jut többet rágyújtani, mert eltörik a kezedet. Igen, hát milyen menő lenne egy ilyen program? Ez egy komplex fizikai, lelki terápia. Ugye egy-egy ilyen, hát egy-egy szokásunk mögött hosszú évek, évtizedek gondolkodása áll, ezt nem olyan egyszerű letenni. Én hallgattam, mikor erről beszéltetek. Tehát ez, hogy most hagyd abba Feri a cigarettázás néhány hétre, ez nem ilyen egyszerű, mert bárcsak így lehetne kezelni minden ilyen függést. Ez egy hosszú folyamat, de aki fölvállalja, hogy végigmegy ezen az úton, ott nagyon jó eredmények vannak. És hát ne felejtsük el, hogy lesz majd egy piros, illetve zöld taréos felnyílt fejű Balázsunk, ha én 3 hónapig kibírom, megígérted. Ez így van. Egyébként arra befizetni. Szerintem nem emlékszel. Dehogy nem, azt vállaltam. Na, mit hoztál mai témának? Mi az étlap? A csokoládé. Miből választhatunk? Csokoládé. Hát ennek most abszolút szezonja van. Ugye jön a Mikulás. Szoktam beszélgetni a kedves hallgatókkal az előadásokon, hogy van, aki várja a csütörtököt, van, aki pedig fél tőle, hogy mit fog hallani, és meg én miről fogok rosszat mondani, és nagyon-nagyon igyekeztem a csokoládéról nem csak rosszat, hanem jót is gyűjteni, de alig találtam. De szeretlek. Azért el fogom mondani. Képzeljétek el egyébként, hogy közel 3 milliárd, nem tévedés, közel 3 milliárd forintot költünk figurás édességre. De ebbe a húsvéti nyúl is benne van. Ez főszabályként inkább az évvége. Aha. Tehát ez mintegy 2-2,5 milliárd forint, ez a Csoki Mikulásra költött összeg. Tehát amiről most mi beszélünk, ez elég komoly dolog. Tehát ez nem arról szól, hogy veszek egy Csoki Mikulást, kiállítom az asztalon dísznek, és akkor nézegetem, hanem ez nem csak pénzben, hanem egészségben is mérhető. Tehát nem mindegy, hogy mi van ebben a csokiban. És azt is tudjuk, hogy mivel tömegcikk ilyenkor a Csoki Mikulás, ezért
Hát, mint élelmiszeripari technológus, el kell mondjam nektek, hogy ilyenkor egy picit lehet idézőjelbe csalni a technológiában, és néhány százalékban mondjuk mást adok hozzá, kis keményítőt esetleg, vagy egy kis, inkább nem a kakaóvajat, hanem mondjuk egy kis hidrogénezett növényi olajat, akkor ez anyagilag sem rossz egy cégnek, de egészségleg nyilván nem szerencsés. Ez 3 milliárd azért az megdöbbentő. Tehát azért az nagyon-nagyon-nagyon sok pénz. Igen. És ahhoz képest, hogy mennyit ad ki az ember, ahhoz képest még néhány esetben rosszat is vásárol, hát a kettő együtt nem egy szerencsés együttállás. Így van, így van. Évente egyébként 4 kg csokit eszik meg egy átlagember, ami egyébként több, csak ugye ez a statisztika. Az Európai Uniós átlag 6,5-7 kg, tehát nem vagyunk az EU átlagnál. Viszont ugye a hazánkban az emberek ugye árérzékenyek. Egészen 2000-ig tartott ez a folyamat, hogy a gyenge minőségű csokoládékat vettük, és képzeljétek el, hogy most már több mint 10 esztendeje zajlik ez a pozitív változás, hogy a minőségibb csokoládét vásároljuk. Van csokoládé törvényünk egyébként Magyarországon. Mit kell figyelni, amikor a Mikulásnak szólok, hogy hozzá el a gyereknek a csokit? Ja, most már lehet mondani, amikor megveszem. Igen. És tudod, most 6000 gyerek. Igen. Anya, tényleg? Anya! Tudod, az otthon maradtak a betegek, akik elkéstek az óvodából iskolába. Ez most csalódás. Tudtam, hogy be kell mennem az első órára. Tehát amikor segítünk a Mikulásnak. Fogtok olvasni a csomagoláson egy ilyen kifejezést, hogy kakaó száraz anyag. Uh-huh. Ez a kulcs kifejezés. Minimum 35%-nak kell lennie a kakaó száraz anyagnak. Én ritkán olvasok ilyet. Tehát majd most százalék, nagyon 25%, fontos. Nézem, de ja. Hogy ritkán talál ilyet az ember. Tehát 20%, 25% száraz anyag tartalom, ugye? Ezt ugyanis csokoládénak akkor nevezhetjük a törvény szerint, hogyha legalább 35% kakaót tartalmaz, vagy kakaó száraz anyagot. Hogyha ennél kevesebb, akkor nem csokoládéról beszélünk, hanem bevonó masszáról beszélünk, és ez két teljesen különböző dolog. A tömeg csokoládék, ha megnézitek, akkor úgy törnek, hogy nem kagylósan törik a mostani csoki Mikulás, hanem itt szinte szétmálik. Tehát igazából ez a hidrogénezett olajok vagy növényi zsírok miatt van. Egy igazi csokoládé az nehezen törik, az kicsit keményebb, és van egy íve a törésnek, tehát kagylósan törik, úgy nevezzük, enyhén vöröses színe van. Tehát ez a 35%, de inkább az, ami 50% fölötti kakaótartalomnál, és ha lehet, akkor nem tejcsokoládét ajánlok. Viszont van rossz hírem, mégpedig az, hogy a csokoládéban, kakaóban nem csak koffein van, és teobromin, ugye ezek izgatószerek, hanem anandamid nevű anyag, ami a marihuána hatását modellezi az agyban. Yes! Na! Nem értem a problémát. Persze, természetesen értem. Csak azért jelzem, mert ugye korábban azt mondta a szakma, hogy ugye koffein, teobromin, tehát ezek a típusú anyagok, amik hatnak az idegrendszerre, felkorbácsolják, hangulati hullámzást váltanak ki. Tehát amikor azt olvassátok a csokoládéról, hogy antidepresszáns, meg hangulatjavító, akkor azt ne felejtsük el, hogy ennek ára van. Tehát a hangulat, amikor hirtelen felemelkedik, és eufórikus lesz, annak később lesz egy visszája, és jön egy hullámvölgy, és akkor jönnek létre ezek a pessimista gondolatok, a pessimizmus. Hát igazából de mégis azt mondják, hogy a jó minőségű csokoládéból azért ehetsz egy kicsit, mert hogy olyan vegyületeket szabadít fel az agyban, amiről te is beszélsz, és hogy az nem káros, sőt, mint ha tényleg jó minőségű, akkor az akár még kis mennyiségben egészséges is lehet amellett, hogy okoz némi boldogságérzetet. Ez hülyeség? Az antioxidánsok miatt. Tehát tény is való, hogy a jó minőségű csokoládéban időnként több antioxidánst mérnek, mint mondjuk egy mai gyümölcsben. Hát ez tény is való, ez tagadhatatlan. Az a kérdés, hogy a jó és a rossz dolg arányát, előny per hátrány arány összerakva, vajon merünk-e adni a gyermeknek? Tehát, hogyha kis darabka csokoládét adsz a gyereknek, az a kérdés meg tud-e állni. Hogyha mondjuk egy fél táblát megeszik, akkor már mérhető mennyiségű olyan anyag jut a szervezetébe, ami az agyban már enyhe droghatást, idézélyes droghatást hoz létre. Szerintem egyszerre kell lenni a csokit, és akkor megvan a családi egység. Egyszerre vagyunk vidámak, és egyszerre vagyunk depressziósak. Nem? Igen, mindenki jól ára betép, aztán mi egy kizokog. Aztán értem. Amikor érzek, hogy depressziósak vagyunk, lefekszünk aludni. Te nem is eszel egyáltalán semmiféle? Tehát jó minőségű étcsoki, keserű csoki, semmit? Hát én hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ilyenkor az ünnepekkor nem kóstolok meg egy kis sötét étcsokoládét időnként. De a Mikulás az nálatok
ízé aszalt gyümölcsből van faragva. Ugye? Van. Tönkölybúza Mikulások érnek, igen. Van, mert jönnek hozzánk is vendégek, illetve mi is megyünk. Általában kiállítjuk az asztalon, de a gyerekek időnként rárontanak, és nagyon nehéz őket fékezni. Mondjuk hozzátok menni vendégségbe, ott azért vinni kell a kaját. Én legalábbis baromi magányos lennék, pedig egy a gondolkodásunk. És azért én nagyon szeretem, hogy te étkezel, de hogy azért kimennék sútyi benni a budira, azt tuti. Tehát, hogy azért nálatok egy vendégség, ott nem szabadul el a pokol, gondolom, nem? Hát minőségi termékek vannak, inkább azt mondanám, tehát mondjuk aki nekem mondjuk ajándékot vesz, vagy a családomnak, az nem, most már nem bort szokott hozni, vagy édességet, fúj, hanem... Fúj, tényleg! Aha. Azért nevezitek szörnyű minőségnek, mert nem fog belőle mennyiség. Mit kapsz, tényleg, te mit kapsz ajándékba, Gábor? Csak egy kis kitérő itt az elméleti... Sejjen fűmézet. Én mindjárt megpuszillak. Mondjuk neked a sejjen fűméz abszolút találok. Igen. Na. Vagy gesztenyemézet. Gesztenyemézet. Sejjen fűméz, de szeretlek. De hogyha valaki nagyon szeret, és úgy nagyon oda akar csapni. A kettőt összekeveri. Tormás mustot szoktak adni időnként, főleg olyan családok, akik ezt készítik, illetve dióféléket, aszalványokat, különböző ilyen csemegéket, vagy ezekből sajtolt édességeket. És ha viszél neked egy üveg rozét, akkor az a spejcban végzés soha nem iszátok meg? Azonnal kijönti, ahogy elmész. Igen, vagy visszacsempészed a táskába. Hát akik hozzánk jönnek, azok tudják, hogy mi nem fogyasztunk ilyesmit. Aha. És hogyha viszek neked egy év folyamba bekötött keménykötésű tutti-frutti magazint. Valami okosabb a DC. Akkor viszek tormás mustot. Te sem vagy már a régi. Azt tudjuk, egy régi ökámnek azért még örültél volna. Figyelj, mit teszik az a gyerek, aki mondjuk rossz minőségű csokoládét kap, csak hogy a szülőket tényleg egy kicsit rémisszük meg, hogy nem mindenki teheti meg, és fontos hangsúlyozni, hogy igenis mi gondolunk azokra is, akik nem tudják megvenni a legdrágábbat. De talán egy kicsit több spórolással, vagy egy minimális odafigyeléssel kevesebbet vesz ugyan a gyereknek, de jobb minőségű, mint hogy vegyen egy nagyot, ami viszont szörnyű, és a gyerek tátott szájjal néz, hogy úristen, mekkora csoki Mikulás, ami nyilván egy hazugság. Tehát, hogy mit teszik az, aki rossz minőségű teszik? És nem feltétlen azért, mert nem vehet jobbat, hanem azért mondjuk, mert a szülő nem figyel oda. Az a baj, hogy a kakaó minősége is különbözik, különböző osztályozásuk van, és azok a kakaóporok, amelyek gyengébb minőségűek, azokban magasabbak a pók tartalma, például a pók, illetve a bogárláb tartalom, tehát azok a típusú anyagok vannak benne nagyobb mennyiségben, amelyek szennyezik a kakaót. Tehát beszélünk egyrészt a nagyobb mennyiségű hozzáadott porcukorról, beszélünk a gyenge minőségű kakaóról, a tejporról. Ugye a tejporról azt tudjuk, hogy allergén, sokkal allergizálóbb, mondjuk egy sovány vagy zsíros tejpor, mint hogyha valaki mondjuk naturjoghurtot fogyaszt, mert a tejpor gyártáskor képződnek ezek az bizonyos allergének. És hát a hidrogénezett növényi olajok, nem? Zsírok talán. Így van, így van. Bár a transzsírtörvény óta ezeket is csökkenteni kell, de ha megnézitek, nem került ki a forgalomból a hidrogénezett növényi zsír, benn maradt. Ezen kívül a penésztoxinok, amikről ugye egyetlen is beszélek. Hú, mennyi gyűlölet volt a hangodban most. Most annyira előjött belőled az igazi azok ének. Azok az alja szemét penésztoxinok. Igen, és sajnos ezek is szennyezik, nem csak a kávét, hanem a kakaót is. A gyengébb minőségű csokoládékból szinte folyamatosan valamilyen mennyiségű toxin. Oké, tehát jó minőségű tegyünk, magas szárazanyagtartalom, magas kakaótartalom, ez az, ami nagyon-nagyon igen fontos. Én azt javasolom, hogy azok a cégek, amelyekről azt tudjuk, hogy ezek általában ismert nevek, hogy jó minőségű terméket gyártanak, ők ilyenkor nyilván készítenek Mikulást is. És nagyon valószínű, hogy nem gyengítik vissza annyira a minőséget, tehát jó minőségű Mikulást készítenek. Tehát én azt mondom, hogy a tömeg Mikulást azt hagyjuk, és jó minőségű kisebb Mikulást vegyünk. Nem mindegy, hogy milyen vastag a fala. Ugye most már egyre nagyobb a térfogat, egyre vékonyabb a fal, szinte megfogod és behorpad. A vastagabb falu. Tehát legyen illetve, kisebb, de vastagabb. Igen, és foglalkoztak azzal, hogy a különböző szakemberek, hogy milyen a kidolgozottsága a Mikulásnak. Tehát, hogyha ilyen egyszerű odavetett kis forma van, de hogyha vannak rajta domborulatok, hogyha míves csokoládéról van szó, akkor az jobb. Akkor az sokkal jobb. Tehát azt amikor mondod, figyel... hogy kerüljük a hánya vetit. Igen. Igen, mert amikor a gyártó figyel arra, hogy milyen formákat hozzon létre, ezek egyébként egyszerű pszichológiai fogások, akkor mindig jobb minőségű termékről beszélünk. Ha megnézitek, ezek a tömegcsokiknak már nincs is alakja. A csokinak magának nincs alakja, csak a csomagolás próbál valami alakot formázni.
Hát sok mindenre figyelünk ilyenkor. Oké, Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát én imádlak. Én örültem. Imádlak továbbra is. Mi volt a reggelid ma reggel? Mivel dőzsöltél? Mivel csaptál oda ennek a csütörtök reggelnek? Te, mivel te hedonista oda? Állat. Te. Te. Te zabagép, te. Hát árpakását, árpakását. Aj, de gyönyörű. Jaj, de szeretlek, úgy oda bújnék hozzád, árpakását. Viszont az árpa egy picit hűt, ezért banánnal Na, mit a félte, hogy megfagysz, vagy már hogy érted, hogy miért nem etted meg a radiátoron ülődök? Igen, és egy kis aszalt áfonyát fogyasztottam hozzá. Mandarinnal is együtt fogyasztottam most, és egy kis mézzel, csicsóka sziruppal használtam fel. De se ilyen fűméz? Nem, most csak ünnepi. Ja, az ő, de hülye vagyok tényleg. Igen, most más típusú mézeink vannak otthon. Igen, ezekkel használhatok. És ettől azt várom, hogy most a bérlőt folyamán alacsonyabb. Ezt nem mondtam, hogy igen, én is kicsit éreztem. Akkor ezt elmondanád, hogy ettől nagyon mit vársz tetszene. A bubin, de ezt most nem mondd el, hogy ettől azt várom, hogy végre nyögés nélkül. Igen. Ettől azt várom, hogy nincs olyan feszes alsó nadrágon. Bent hathatná a kis Gabi. Na hát, megint eljutottunk a témához, úgy látom. Kis Gabi. Te aztán már nem mész vissza. Beáll a vércukorszint, és egy nagyon szép hangulati állapot áll elő. Az jó. Na. Csak mondom, egy nagyon fontos dolog azon szülőknek, akiknek a gyerekeik szeretik a tejbegrízt. Ugye Gábor mondott múltkor egy dolgot, hogy a tejbegríz az ugye az egy ilyen csiriszt képez a hasban a gyerekeknél, semmiféle tápanyag tartalma nincsen, csak egy plusz kiegészítés, és hogy teljes kiörlésű tönköly búza darából viszont ugyanolyan minőségű állagú tejbegrízt tudsz csinálni, magas a tápanyag tartalma, nagyon jó, és nyúlsz a sima búzadaráért, vagy megveszed a teljes kiörlési tönköly búzadarát, gyerekek, megcsináltuk, imádja jó, a gyerek. Bézen. Jó, és nem egy ilyen, tényleg egy ilyen fura masszát teszik, aminek aztán semmi értelme. Ugyanolyan finom, és ez baromi jó. És csak praktikus kis változtatásokkal ugyanazt a tejbegrízt teszed le a gyerek asztalára, csak tönköly búzadarából, agyvérzést kapsz először, ezt meghallod, sehol nem lehet beszerezni, aztán elmész egy helyre, megveszed. És magas a tápanyag tartalma, jó tesz a beleknek, magas rostok? A rost tartalma, nem? Gábor, hát Balázs, mintha hájjal kenegetnél, azt gondolom. Igen, magasabb szerintem a B-vitamin. Szerintem te sírnál, hogyha téged valaki hájjal megkenegetne, de mindegy. De ugye ilyen kicsi apró változtatások, igen. Ezek nekem annyira tetszenek. Igen, hogy... és nagyon fontos, hogy nincs nagy különbség, amit mondtál, tehát ízre, állagra, viszont ha megmérem a beltartalmát, a fehérje, az aminósavakat, az értékét, akkor egészen más a B-vitamin tartalma, a nyomelem tartalma. Tehát ilyen kis változások lehet fokozni a gyermeknél például a gondolkodási, tanulási készséget. Igen, tönköly búzadara, tényleg jó. Gábor, egy hét múlva, jó? Imádunk, jó, köszönjük nagyon szépen, köszönöm én is, hogy itt voltál. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.